Hosszú hónapok előkészítő munkája után megnyílt a Hetet-Hét Játékmúzeum. Az értékes gyűjtemény a belváros szívében, a Hímerházban kapott helyet. Az jutott eszembe, hogy a gyűjtemény megérkezett. Dr. Víg Anna Mária, minisztériumi főosztályvezető méltatta elsőként a Moskovszki és a Réber gyűjteményt magában foglaló múzeumot. Székesfehérvár polgármestere pedig mindenkinek köszönetet mondott, aki hozzájárult az új kulturális intézmény létrejöttéhez. Mint mondta, ezzel vált teljessé a Hímerház felújítása, és ez a múzeum biztosítja majd azt, hogy mindig élettel teli legyen ez a megújult műemléki épület együttes. Ez a mai nap azért óriási öröm a városnak, mert valamit visszaadunk annak a Fehérvárhoz kötődő személyiségnek, aki ezt a gyűjteményt megálmodta, összegyűjtötte, és aztán pedig nem székesfehérváriként is felajánlott a Székesfehérvárnak. Moskovszki Éva nénivel beszélünk, aki szerintem, ha most Réber Lászlóval együtt néz bennünket föntről, akkor egészen biztos, hogy azt állapítja meg, hogy méltó, gyönyörű helyre került mind a két gyűjtemény. Az önkormányzat saját forrásai mellett az Alko Alapítványtól 7 millió, egy minisztériumi pályázaton pedig 28 millió forintot sikerült elnyerni. A Hetet-Hét Játékmúzeum két gyűjteményből áll. Mind Moskovszki Éva, mind pedig Réber László örökösei részt vettek az ünnepélyes megnyitón. Nagyon örülök, hogy a székesfehérváriak ilyen szeretettel, tisztelettel és hozzáértéssel gondozzák ezt a gyönyörű hagyatékot. Hogyha eddig révbe ért, most egy még biztosabb kikötőbe a gyűjtemény. Tényleg most került méltó és reményeink szerint végleges helyére. Nagymamám, ha még élne, hát ő is nagyon boldog lenne, hogyha ezt látná. Európában is egyedülálló a Hetet-Hét Játékmúzeumban bemutatott gyűjtemény, amely mától mindenki előtt nyitva áll. Szombaton házfoglaló címmel szerveznek gyermekprogramot, amelynek kezdetén Székesfehérvár polgármestere jelképesen átadja a gyermekeknek az épület kulcsát, és egész nap szórakoztató családi foglalkozások várják a résztvevőket.